Hát sziasztok! Megjöttek az első hírek a magyar keretről, azon túl, hogy Rossi ugye kihirdette azokat, akik benne vannak, a hollandok és a bosnyákok ellen, és akkor ugye Gulácsi kapcsán ugye bejelentette, hogy lemondta rövid időre a válogatottságot, és ezzel kapcsolatban ugye volt is egy kis habverés, amiről én magam is készítettem videót. Az új hírek azok viszont úgy szólnak, hogy Kerkez Milos kisebb sérülés miatt, meg Horváth Krisztofer kisebb sérülés miatt nem áll a keret rendelkezésére, és Schön Szabi, akinek volt egy pár jó meccse most a Bolton Wanderersben, illetve Dárdai Palkó fog a keretben játszani. Szerintem mind a két játékos a maga módján megfelelő, szerintem teljesen rendben van. Horváth Krisztofer amúgy sem lett volna szerintem nemhogy kezdő, hanem összességében akár valószínűleg pályára sem lépett volna. Szerintem egyébként Rossi nem kezdőként számolt volna Kerkez Milossal sem. Nekem ez az érzésem, de ezt nem tudom nektek igazolni. Ez egyszerűen csak az érzésem, hogy ugye a mutatók alapján azért Nagy Zsolt a válogatottban jobban teljesít. Az nem kérdés, hogy a klubcsapatban a Bournemouth az nyilván sokkal magasabb szintet képvisel, mint a Puskás Akadémiáról, nem is szabad és nem is érdemes vitát nyitni, de a válogatottban a Nagy Zsolt az jobb számokat produkál, mint Kerkez Milos. Ott a Bournemouthben egy szerencsés játékszerkezet van, ott jobban kisegítik őt, ott valahogy az egész csapat egy ilyen nagy egység, amivé az Andon Iraola gyúrta őket, egy nagyon remek edző. Messze szerintem a csapata tudása fölött teljesített az előző idényben is, és most is a tudás fölött teljesít. Úgyhogy összességében ez a két ember fog úgymond hiányozni, de abban az értelemben nem fognak hiányozni, hogy nem kulcsemberek kidőléséről van szó, ahogyan egyébként számos ország keretében néhány kulcsember őszintén elmondta, hogy köszi szépen, de én most itt nem akarok ezeken a meccseken részt venni. Ugye ez ugyanoda konkludál, amit már egy külön videómban is említettem, hogy a becsülete a Nemzetek Ligájának az kezd egy kicsit úgy visszább szorulni, és egy idő után az az érzésem, hogy ez a sorozat úgy el fog tűnni a süllyesztőben. Ezt biztosan tudjátok, hogy azért találták ki, hogy egy kicsit több tétje legyen a dolognak, mint a barátságos meccseknek. Eldönti az EBVB csoportbeosztásokat, és hát egy kicsit azért mégis tétje van, hogy Nemzetek Ligájának hívják, de ezt már az első pillanattól kezdve voltak csapatok, amelyek nem vették túl komolyan, voltak csapatok, amelyek periodikusan vették komolyan, inkább nem pedig folyamatosan, és voltak csapatok, amelyek nagy kitörési lehetőséget láttak benne teljes joggal egyébként, ezek voltak a magyarok. Én nagyon remélem, hogy a hollandok elleni mérkőzés az egyetlen szurkoló kedvét sem fogja elvenni, és a hollandok ellen egy tisztességes eredményt elérünk. A legnagyobb álmaimban az szerepel, hogy egy jó döntetlent játszunk velük, és aztán pedig a bosnyákok ellen idegenben is azt a támadó játékot játszva, amit ugye, hát tulajdonképpen nagyon jó volt, csak nem volt belőle gól, azt a támadó játékot játszva immár eredményesen meg tudjuk mutatni, hogy akár 4 pontot is szerezhetünk ezeken a meccseken. Na hát ennyit szerettem volna mondani, ha tetszett, vagy egyetértesz, nyomj egy lájkot, ha még jobban, akkor iratkozz fel a csatornámra, hogy segítsd a munkámat a videó alatt, tehát a számon. Hajrá Magyarország, hajrá magyar labdarúgás, a jó Isten áldjon meg mindenkit!